az Európai Keresztény Szövetség minden lakójának. A legrosszabb, amire számíthattunk, bekövetkezett. A mai napon az iszlám emirátusok bejelentették Dubáj békefelbontását a szövetséggel. A békebontás okának a Szuezi gát felépítését nevezték meg. Mint tudják, a béke az atomháború megakadályozására volt hivatott Európai és Kis-Ázsia között. A felbontása talán egyenlő kontinensünk bukásával. Amerika és Ázsia nem kíván közbeavatkozni, Dél-Afrika pedig bejelentette, hogy nem fogad be több menekültet. Jelenlegi helyzetünk kiszámíthatatlan. Én, a szövetség kijelölt vezetője, fokozottan kérem önöket, hogy vonuljanak minél előbb az óvóhelyekre. Előreláthatólag egy hónapot kell eltöltenünk a föld alatt. Kérjük önöket, semmiképpen se kívánjanak közbeavatkozni. A mai nap pompontban délkor minden központi városban kinyitják az óvóhelyeket. Az életünk az egy keresztény Isten kezében van. Reggel mondta be a rádió a híreket. A feleségemmel hosszú percekig nem tudtunk megszólalni. Majd kapkodva csomagolni kezdtünk. Egy perc alatt felfogy az egész életünk. A kislányom sírt, 4 éves. Nem tudta, hogy mi történik. Mi pedig csak igyekeztünk minél előbb elhagyni a házat. Most is emlékszem. A kék szemeire. Látni lehetett benne a félelmet. Pedig még fel sem tudta fogni, hogy mi történik körülött. 10 órára, mintha elsötétült volna az ég. Megjöttek. Mintha bibliai tűzeső lenne. Ledobták a kisebb bombákat. Majd végül jött az atom. Nem emlékszem, hol voltam. Nem emlékszem, kikkel voltam és mit csináltam. De most itt vagyok a romokban álló épületek között. És próbálok több túlélőt találni. De reménytelen. A hullák. Már ami maradt belőlük, szanaszét hevernek, és a dögszag egyre intenzívebb. Apu ráncigálni kezdett minket. Tolongtak a tömegek az utcákon. Nem tudtam miért, de sírnom kellett. A rádióban azt mondták, délben nyitják a kapukat. Nálunk mégis korábban beengedtek mindenkit a katonák. Mindenki nyugodt volt az ólomfalak között, amikor ránk zárták a bejáratot. Alig telt el egy óra, már hallottuk a bombák becsapódását, ahogy korba döntötték az otthonainkat. Mi pedig csak csendben hallottuk. Valaki a tömegben, nem emlékszem az arcára, elkezdte énekelni az örülőben. Lassan mindenki csatlakozott, de nem tudtuk végig énekelni. A bombák miatt beremegett a föld, és az ólomfalak elkezdtek összedőlni. Kitört a pánik. Apám hangját még most is hallom, ahogy a nevemet kiabálja. Éva, fuss! Mász ki innen, Éva! Nem tudom, hogy hol vagyok, vagy hogy hogyan kerültem ide. Táj teljesen kihalt. Nem hiszem, hogy a város romjai lennének. Pár szétroncsolt bicikli és egy sánta, félig leszakadt pofájú kutya látványa alkotja a szörnyű képet előttem. Nem tudok mozdulni. Nem tudok tovább menekülni. Sivárt táj tárul elén, pedig itt volt a szomszéd falu, de már csak egy romos ház árulkodik erről. Emlékszem, a játszadozó gyerekekre, a családi házakra, a padon kötögető öreg nénikre. Ennyi volt, ez volt az ember, árház és a hozzájuk vezető utak. Szempillantás alatt romba dőlt. Most még lepusztultnak tűnik. De az évek során el fog tűnni nyomtalanul. A természet eltünteti. Mintha soha sem élt volna itt ember.
Talán ez lesz az emberiség egészében. Kiírtjuk magunkat, és nyomtalanul felszívódunk. Isten hagyni fogja ezt? Talán igen. Jézus óta nem jött közé. Talán fél attól, amit alkotott. Csak megyek, és próbálok szabadulni az emlékeimtől. Mint hormos épület előtt a saját kislányomat látnám. Hívogat engem, majd eltűnik egy szempillantás alatt. És szívem csak gyorsabban mer. Menekülni akarok, minél messzebb, de testem egyre gyengébb. Egy kipusztult létre érkezem, már szinte összeesem a gyengeségtől. Talán itt is épületek álltak egykor. Most csak pár szétesett bicikli emlékeztet erre, és egy tetem. De a hulla valahogy lélegzik. Már azt hittem meghalott. Nem tudom mióta nem ettem. Nem tudom azt sem pontosan, hogy mióta vagyok itt. Koszos vagyok. Érzem, ahogy a láz elönti az egész testem. Nem éri meg tovább menni. Apu azt mondta, hogy meneküljek, de azt már nem mondta, hogy hova. Itt vagyok. Körülöttem van a kipusztult mindenség, mégsem érzem magamat biztonságban. Egy férfi ébreszt fel a merengésből. Fel sem fogom, hogy mi történik. Testem gyönge, nem tudok felállni. Ádámnak hívják. Vizet hoz nekem, és tüzet gyűjt. Mosolyátszik az arcán, és bevallom, egy kicsit én is örülök. Nem kell egyedül lennem. Nem kell tovább menekülnöm, hiszen valaki megtalál. Nem megérkeztem. Évával könnyen kijövünk. Egyikünk sem beszél túl sokat, bár lehet, hogy ő a betegsége miatt néma. Akárhogy keresgélek, nehezen találok élelmet. A gyógyszer lehetőségéről pedig azt hiszem, hogy teljesen le kell mondjak. A vadaktól nem kell tartanom. Úgy néz ki, a bombázás alaposan felforgatta az ő életüket. Több túlélő van, mint közülünk. De azt hiszem, bennünk nagyobb is az életösztön. Amikor újra keresgélni kezdek, és ott hagyom Évát a kerékpároknál, muszáj megállja. Vér íze mocskolja be a számat, és öklendezni kezdek. Négy kézzel bámulom az előttem elterülő életmenetet. A sok hatás után a pataknál kiöblítem a számot. Mintha minden, ami az életet jelenti, elhagyna. Magamat bámulom egy üveg cserében. Ahogy a hajamhoz érek, elfog az undor. Vastag csomóban marad a kezemben. Egy régi emlék tör fel. Még kisgyerek voltam, anyukám fésült a hajam. Azt mondta, a lányokat a hosszú haj különbözteti meg a fiútól. Sós könnyek hidegnek hatnak forró testemben. Nem akarom tovább nézni magamat, nem, én lány vagyok, nő maradok. Betöröm az üveget, és a szilánkok megsebbik a kezem. Ez volt a mém. Éva a lány is. Lettem volna Éva a nő. Ennek vége. Éva mellett esem a porba. Nem találtam élelmet, de rájöttem, hogy már az sem segítene rajtunk. Átkarolom a lányt. Kihullott haját szorongatja. A robbanás. A hús, amit ettünk,
a víz, amit ittunk. Mi, akik túléltük a bombázást, mégis abba haltunk bele. De akkor miért éltük túl? Miért volt értelme annak, hogy megmenekültünk? Miért pont nekünk kettőnknek kellett így végezni, lemaradva a többiektől? Talán minden ott végződik, ahol elkezdődött. Magamhoz szorítom a lány testét. Szívünk egyre lassabban dobog. Együtt lélegzünk. Bár egyre kisebbek. Hát, így élt, s halt Ádám és Éva.